Az ukrán kormány jóvá hagyta az Európai Bizottság delegációjával megkötött a közúti közlekedés liberalizációjáról szóló speciális megállapodás végleges változatát. Jelentette be Mustafa miniszterhelyettes infrastruktúrális miniszter helyettes közösségi oldalán. Nayem elmondta, az ukrán fuvarozók csak nem öt éve várnak erre. Számukra a megállapodás aláírásának ugyanolyan jelentősége van, mint az EU országokkal való vízummentesség. Megjegyezte, az elmúlt öt év alatt az EU Ukrajna legfőbb kereskedelmi partnerévé vált. Az Európai Unióval folytatott kereskedelem részaránya 2021-ben meghaladta a 41%-ot, a közúti szállítás volumene pedig közel 42%-ra nőtt. A nagyobb méretű növekedést a nemzetközi fuvarozási engedélyek hiánya korlátozta, amelyek száma egyes területeken vagy nem változott, vagy jelentősen csökkent. Valójában az engedélyeztetési rendszer mesterséges akadálya volt a szabadkereskedelemnek, amely nem csak a kétoldalú kereskedelmet korlátozta, hanem az ukrán termékek tranzitját is az EU országaiba, az infrastruktúrális miniszter helyettes hangsúlyozta. Az elmúlt három hónapban az ukrán kikötők blokádja miatt többszörösére nőtt az EU-ba irányuló közúti fuvarozás volumenet hogy megértsék, közúton csak üzemanyagot 15-ször többet importáltak, mint a háború előtti időkben. Nyilvánvalóan egyetlen engedélyeztetési rendszer sem bírna el ekkora terhelést, és nagy a veszélye annak, hogy szeptember-októberben leáll a közúti export, mondtanájem. Hozzátette, az egyezmény aláírására várhatóan június végén kerül sor. Ezzel pedig végre megoldódik a nemzetközi fuvarozási engedélyek hiányának problémája.